A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kedves nézőink, mindenek előtt hadd mutassak önöknek egy emléklapot, és engedjék meg, hogy felolvassam itt a tartalmát, emléklap Kovács Szilárd úr részére, a hadtörténelem és a honvédelem támogatása érdekében tett erőfeszítése elismeréseként, valamint a közösségi felületeken közzétett írásai pozitív szellemiségéért Pákozd Don és Görög Viktória, a Katonai Emlékpark ügyvezetője írta alá. Tehát vendégem Kovács Szilárd, tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Sok mindenről fogunk beszélgetni, annál is inkább, hiszen ön egy veterán légierős sorkatona, aki aztán elkezdett írni, és ez nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen olyan repülős írásokat természetkedvelőként, szépirodalmi írásokat közölt, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Kezdjük az indítatásnál, hiszen valaki, aki sorkatonaként leszolgálta a Szent Király szabadján az ő idejét, és utána visszatekint egyik oldalról, másik oldalról pedig hozzáteszi mindazt, amit tapasztalt, és új dolgokkal egészíti ki. Honnét jött a gondolat? Hát, annak idején elkezdtem írogatni, megmutattam a volt légierő vezérkari főnökének, Kosicki Attila dandártábor, nem, altábornagy úrnak, igen, bocsánat, és akkor ő biztatott arra, hogy hát kezdjek el írogatni, hogyha ennyire tetszik, és akkor majd meglássuk, mi lesz belőle, és akkor így indult az egész dolog. És akkor elkezdtem írogatni, megosztani repülős csoportokba, zárt és nyilvános csoportokba, és ott elég jó fogadtatást kaptam az írások után. Hogy jöttek a témák egymást követően? A repülést mindig szerettem, mert ugye légierős katona voltam, tehát mindig is érdekelt az egész, mert gyerekkoromban kezdődött az egész dolog, és hogy oda kerültem a harchelikopter ezredre, Szent Király szabadjára, ottan bele tudtam kóstolni a dolgokba egy kicsit, és láttam a valóságot. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az első könyve, a Szenvedélyes élet pillanatai címmel, azt hiszem, hogy kellő elismerést kapott annál is inkább, mert hogy tartalmilag is megerősíti mindazt, amit eddig elmondott, mint amit megtapasztalt. Igen, igen, igen. Hát valójában az természet szeretetemből indult az egész könyv, és akkor mellette hozzátettem más dolgokat is, és akkor volt benne kettő ilyen árnyaltabb katonai írásom, ami nagyon tetszett, nagyon komoly embereknek, el sem hittem. Most is aktívak, nem akarom megnevezni egyiket, mert nagyon magas szinten áll a Magyar Honvédség területén, tehát professzor ráadásul. Tehát ez mind-mind megerősítést jelentett. Igen, önnek. Igen, igen, és akkor ez adta a lendületet, és akkor sokan támadtak eleinte, mert hát ez nem így van, nem úgy van. De hát aztán a Kosicki Attila, a tábornagy úr azért az biztatott tovább, azt mondja, ne foglalkozzak vele, majd az kiderül úgy is menet közben, hogy mennyire lesz jó, amit csinálok. Időközben azért bemutatnám, itt van egy elismerő oklevél. Ezt köszönjük, hogy adományával támogatja a Magyar Honvédség Csapatmúzeum bővítését, nagyra értékeljük önzetlen segítségét a múlt emlékeinek megőrzésében, tehát kiegészíti ezt az írás tevékenységet a segítséggel. Igen, tehát igen, ez nagyon-nagyon fontos. Hát úgy voltam vele, hogy a testvérem pápán szolgált annak idején, és akkor oda akartam az első írásomat eljuttatni minél előbb. Igen, és akkor folytassuk azzal, és utána majd írást is hallgathatunk, hogy most már írt az űrrepülésről, a repülés mámoráról, igen. És ráadásul, amikor bemutatkozott itt az űrrepülés, tehát ez például honnét jött, hiszen ez június, ez év június 7-én jelent meg. Hát az gyerekkoromban, amikor megláttam az első komolyabb könyvet, a Farkas Bertalan űrrepülés, azt megtetszett, és akkor már akkor érdekelt az űrrepülés, és közben mellette a katonai repülés is, és ez így megmaradt nekem, és akkor megírtam úgy, hogy szakértőkkel egyeztettem, és akkor ez úgy született ez az írás, hogy kikértem a véleményüket, tehát hogy ne írjak butaságokat, próbáltam azért a szakirodalom fele egy kicsit elmenni.
Most pedig akkor folytassuk egy bejátszással, hiszen Óber Frank Pál, a Veszprémi Színház igazgatója, aki Kossuth Díjas és érdemes művész, szavalatát hallhatjuk. Ez rendkívül különleges pillanat, mégpedig azért, mert ugye eddig nem került nyilvánosságra. Nézzük meg együtt. Pilóta szerelem, igazán. Őrületes, vad adrenalin bomba, de izgalmas, könnyed, veszélyes érzés repülés, mely a fizikai határokat feszegeti. Vadász repülőddel hasítod a tiszta kék eget, átszeled a felhőket, leírhatatlan. A véred pezseg, a géruhát teszi a dolgát, ezt ésszel követed. A pillanatot megéled, élvezed a géped lehetőségeit, az élményt, amit akkor és éppen ott élsz meg, pilótaként. Tisztán, egyszerűen. Iszonyatos erő van a gépedben. Dolgoznak a hajtóművek, tolják a gépet fel az égbe, acélmadarat hasítja szét a kék fátyolt is. Boldog vagy. Gyertyába viszed a gépmadarat. Majd kijössz belőle, visszatérsz, orsózol, s repülsz tovább. Élvezed a repülés minden pillanatát, amit a vadászgépeddel egybeforva produkálsz. Aztán sajnos eljön a pillanat, szépen befejezed a repülést. Sikeres landolás. Még sokáig dolgozik benned az adrenalin, és te valóban boldog. Szép eget mindenkinek. Nos, én azt hiszem, hogy köszönhetünk Óber Frank Pálnak is, és önnek is, mert íve van ennek a történetnek, és olyan lírai megfogalmazással nagyon is tárgyasult dolgot tudott megfogalmazni. Mi az alapja ezeknek az írásoknak? Hát a repülés szenvedélye, meg a szeretete, semmi más. Tehát ehhez szenvedély és szeretet kell, viszont írni tudás is, mert én azt hiszem, hogy ez a megfogalmazás abszolút profi mindenféle értelemben. Hát lehetséges, nem tudom. Próbáltam azért érthetően megfogalmazni, amit akartam. Egyszerűen kicsit belevittem egy kis lírát is. Igen, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hiszen annyira tárgyasult ez a világ, és azért látjuk, hogy körülvesz bennünket háborúk, és így tovább. Tehát így megfogalmazni azt, hogy egy vadászrepülő miként gondolkodik a vadászrepülésről, a választott hivatásáról, ez egyszerűen egy csoda. De folytassuk, hiszen van még egy írásunk, amelyet szintén Óber Frank Pál ajánl a figyelmünkbe. A fénysugár ereje. Amikor a természetben barangolsz, sétálsz, kitisztulsz teljesen. A szíved, lelked és a fák lombjai közt átszűrődik a napsugár. Érzed az arcodon és bőrödön a nap melegét. Boldog vagy. A fény fele fordulsz, a lábad előtt csörgedezik a hűs folyó víze. Érzed az erdő, a fák, a virágok illatát. Élvezed a természet valódi örömeit. A folyóban nézel. Tükröződik benne a képmásod, mely a lelkedig hatol. A valóság, mely a természet tisztaságát, örömét, értékét, a szabadságot mutatja meg igazán, és élvezed. A szellő simogatja arcod, hisz igazi minden. A lelked, elméd kitisztul teljesen, hiszen igazi jó és szép. Ingyen van, s pillanatnyi öröm a szabadság. Behálózza a lelked, boldog vagy igazán. Ez az élet, a természet kincse. Nos, hát nem akarom magam ismételgetni, de lélekemelő volt mindenképpen ez a vers és ez az írás. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen értelemben mi először megmutathattuk, és bízom benne, hogy a nézők is ugyanezt gondolják. Miként került kapcsolatba Óber Frank Pállal? Ez egy nagyon jó történet, mert meghívtam
egy alapítványnak vagyok a tagja, Szolidaritás a katonáink ez a neve, és akkor állítottunk egy emlékművet tavaly szeptember 15-én az Üllői úti iskolákat, hogy lebontották az alapítványa, és akkor az emlékmű átadásra meg szerettem volna hívni az Oberfrank Pál urat, ezért személyesen lementem és beszéltem vele, és akkor nagyon jól elbeszélgettünk, tehát kinyílt minden ember felé, én is ő fele, és akkor így egy jó beszélgetős találkozás volt ez, és akkor kértem meg, hogy esetleg dedikálna egy-két írást, amit vittem neki ajándékba, és akkor később megkértem, hogy esetleg felszólalna ebből egy párat nekem barátilag. És ez így alakult ki az egész dolog. Köszönjük szépen. Nos, tehát meg is érkeztünk, hiszen beszéljünk erről a civil katonai alapítványról, ahol regionális koordinátorként dolgozik. Ez az alapja a Szolidaritás. Mi mindent tesznek? Honnét jött a gondolat, hogy foglalkozzanak civilként ezzel a történettel? Hát az alapítvány elnöke és alelnöke, Bucs Sándor az elnök, nyugállományú ezredes és Dogosi Károly alezredes, nyugállományú, ők találták ki ezt az egészet, és akkor én menet közben becsatlakoztam, mert jónak találtam ezt az egészet, mert egy olyan dologról volt szó, ami összefogással lehetett csak megcsinálni, és akkor a veteránokat összefogtuk, 590-valány ember adakozott. Ezt úgy értsük, hogy szerte az országból? Igen, igen. Tehát az egész országot befogta, és akkor a vezérezredes urak is csatlakoztak hozzá, tehát komoly katonák, és akkor összeraktuk a pénzt, meg lett, és akkor becsatlakozott a Magyar Honvédség is, és átvette az emlékművet, és akkor ez honvédelmi emlékjel. Az MVM dommal szembe ott van az emlékmű, meg lehet tekinteni. Értem. És de emellett azért sokkal szélesebb körű a tevékenységük. Ahogy olvasom, veterán öregek otthonát szeretnének létrehozni. Igen, én azt gondolom, most... hogy ez fontos lenne, hiszen igen, van számtalan olyan barátom nekem is, aki rászorulna erre. Hol tart ez az ügy? Hát most ott tartunk, hogy elkezdtük gyűjteni az aláírásokat, meg kitölteni hivatalosan a megadott platformon a kérdőíveket, és azt szeretném kérni, akit érdekel ez a dolog, hogy minél többen jelentkezzenek, mert itt az a lényeg, hogy sok embernek kell összefogni, és akkor tudjuk felfele vinni felső vezetésbe a kérelmet hivatalosan. Tehát itten csak aláírás kell, meg kitöltés a kérdőívek, és egy sárga szallag a védjegyünk, tehát ezt kell keresni, Szolidaritás a katonáinkkal, ez a nevünk. Tehát a fogadókészség megvan, igen, mindenkiben, igen, gondolom, és ez az út, ez egy jó, nagyon jó út. Érdeklődéssel olvastam, és most egyáltalán nem csodálkozom rajta, hogy az írásait nem csak itthon Magyarországon, hanem Amerikában is publikálja. Ezt hogy sikerült elérnie? Hát ezt egy magyar veterán katona, igen, magyar veterán katona, megismerkedtem vele, olvasta az írásai miatt, és gratulált hozzá, hogy nagyon jók, és ő kint szolgált Amerikában másfél évet, vagy valahogy így. Ráadásul nem is akárhol, az első lovas ezrednél szolgált, ami a leghíresebb Amerikában, annak az egyik hadosztályánál, és akkor vendégkatonaként, ugye, persze, és akkor ő oda bejutatott engemet a csoportjukba, és ott is elkezdtem publikálni, és csodák csodájára olyan veterán katonák, akik a háborúkat végigjárták, azok olvasták az írásaimat, és gratuláltak hozzá, tehát ezek különleges katonák, hozzá kell tennem. Tehát ők tudják, hogy miről van szó igazán. Igen, itt nézem, hogy a 101-es Szent Légideszant US, igen, Navy Seals, azt hiszem, hogy ez egy olyan csapat, amelyet világszerte ismernek. Igen, igen, utána átmentem a 101-esekhez, később a Navy Sealhez, ott is van két csoport, a zártabb meg a nyitottabb, mind a kettőben publikálok, és komoly sikereket kaptam, ott kín elismerést, hozzászólásokat. Ugye ennek nagyon örültem, mert hát ők tudnak nagyon sok mindent a katonaságról, mert erre épül az egész ország végül is, ha úgy vesszük a katonaságra, de látták a jót és a rossz oldalát is. Nagyon fontos kérdés, hogy a hogyan tovább. Mert nyilvánvaló, hogy elkezdte ezt az egészet, tehát a publikálás, a versek, az írások mind-mind megerősítést hordoz, hogy a honvédségre főleg ebben a háborús világban rendkívül nagy szükség van, de azok a civilek, akik olvassák az ön írásait, csatlakoznak ahhoz az elindított mozgalomhoz? Igen, igen, jó pár csatlakozott az én felhívásomra is, igen, mert ugye ezzel is foglalkozok, hogy publikálom ezt is, menet közben, ahol éppen vagyok,
meg könyvet is akarok írni, ami a valós történetek lesznek benne, meg ezek az írások, amiket én írkáltam, és több katona is szerepelni fog benne, itt különleges katonákra értem, tehát valós történettel jönnek majd bele. És most ez a terv, mert már összeállt az írásos anyag, borító tervet kell kitalálni nekem, címet, meg kell valósítani, amihez pénz kell. Na most a pénz az magánerőből jön. Ha nem jön, akkor meg várat magára, mert itt az a lényeg, hogy másképp nem megy, mert én egy olyan szegmenset képviselek, amit egy bizonyos zárt közösség értékel, tehát nem mindenki. Tehát egyébként bíztatják? Bíztatnak, persze, hát vezérezredes urak is bíztatnak, azok komoly szinten állnak már hozzám képest, és kapom a visszajelzéseket innen, onnan, amonnan. Tehát ha anyagi fedezetem meg lenne, meg a hátterem, akkor már bármikor kijöhetne a könyv is, mert már ki is van javítva a nagy része. Még a valós történetekre várok, mert több területről fogom a katonaságot bemutatni. Tehát ha minden igaz lesz, itt francia légiós mesterlövész is lesz benne, harckocsi technikus, különleges technikus, igen, meg még hasonlóak. Tehát ez egy zárt világ, a katonaság világa zárt, igen, világ volt, ugyanakkor azzal, hogy a civil szervezetek, illetve civil honfitársaink is csatlakoztak hozzá, azért ilyen értelemben kinyílt. Igen, meg ez az alapítvány, itten civilek, katonák, aktív katonák is vannak benne, mert itten nincs így megkötés. Az, aki jónak lássa a dolgot, csatlakozhat bármikor, várják szívesen, szeretette az elnök úr is, és én is, meg mindenki, aki benne van. Tehát itten nincsen különbség, úgy mondom. Itt az egy lényeg, hogy összefogással valamit tudjunk megmutatni, megalkotni. Ugye beszéltünk itt még a beszélgetésünk elején, hogy vannak olyan írásai, amelyeket a közeljövőben publikál, és azt majd természetesen bemutatjuk. Hogy áll ezzel? Hát írásaim vannak nagyon sok, csak hát át kell nézni egyáltalán, tehát javítani kell őket, és majd utána, hogyha már ezek kész vannak, akkor adom ki, mert fél munkát nem csinálunk. Nyilvánvaló. Mit kívánjunk önnek? Hát, illetve annak a csoportnak, amelyet képvisel? Lendületet, meg sok szerencsét. Egyelőre ennyit meg, hogy sikerüljenek a kitűzött tervek. Akkor történjék így. Én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és bízom benne, hogy a következő írásairól is beszámolhatunk itt a Fehérvár Televízióban. És hát arra szólítok mindenkit, hogyha lehetőségük nyílik, akkor keressék Kovács Szilárd írásait, hiszen ahogy itt már az idézetekben is elhangzott, megéri, bizonyos vagyok benne. Köszönöm szépen. Facebookon megtalálnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, tehát a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kovács Szilárd, veterán légierő sorkatona volt, aki írásaival megerősíti mindazt, amit tapasztalt, illetve amit megélünk jelen pillanatban a katonaság, a repülés pillanatairól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.